Húsvétkor sokan nyulat kapnak ajándékba, viszont néhány nap múlva rájönnek, hogy nem tudják megtartani, vagy nem akarnak róla gondoskodni. Ekkor többen úgy gondolhatják, hogy behozzák az állatkertbe. Az állatkert viszont évek óta nem fogad be nyulakat. Megsimogatod? Köszönjük! Ilyen, hogy megunt nyúl, vagy olyan nyúl, ami hát már néhány napja van, úgyhogy már keresünk neki helyet, ilyen nem lehetne. Tehát az állattart, az nem egy tárgy, ez egy felelősséggel kell viseltetni az állattartás iránt. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyjából úgy kell belevágni az állattartásba, mint a gyermekvállalásba, és hogy nincs ilyen, hogy hát mi van a megunt gyerekekkel, hova tegyük, ki fogadja be a gyerekeket, mikor mi megunjuk az otthoni nevelésüket, hát nyúlnál és más állatnál sem lenne szabad, hogy ilyen legyen. Azért, az, hogy mégis előfordul ilyen, az sajnos azért van, mert vannak, akik erről a felelősségről nem vesznek tudomást, vagy tudnak róla, csak nem akarnak törődni vele. Az állatkert régebben a nyúlvédelmi tevékenységének keretében fogadott be húsvét után nyulakat. Azok sem megunt nyulak voltak, az egy végső lehetőség volt, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy ott volt a nyusz és nem tudtak vele mit tenni, mert ajándékban meglepetésként kapták, mert menet közben derült ki a gyerekről szőrallergiás vagy ilyesmi. Na hát nekik ilyen végső megoldásként kínáltuk fel azt, hogy akkor be lehetett hozni a nyulakat, és akkor nekik az állatkert keresett gazdit. Egy idő után csak azok az emberek hozták be ide a nyulakat, akik úgy voltak vele, hogy eleve őket ez a felelősség dolog nem is érdekli, ha majd lepasszolják az állatkertbe a nyulakat. És ezt a magatartást nem szerettük volna erősíteni, úgyhogy ezért döntött úgy még 2007-ben az állatkert, hogy oké, abban az évben még befogadjuk a nyulakat, de onnantól kezdve már nem. És akkor időben szóltunk, hogy nehogy az legyen, hogy de hát eddig mindig befogadták, most miért nem? Tehát időben szóltunk már 2007-ben, hogy oké, most még igen, de 2008-tól már nem, úgy kell, tessék készülni. Hogyan kell gondozni egy nyulat, hogyha már valaki kapott vagy vett húsvétre? A legtöbb gond az azzal szokott lenni, hogy mit is adjanak enni a nyúlnak, mert hogy egyrészt vannak ilyen mesék, hogy nyúl akkor répa, akkor, és akkor van, aki csak répával eteti a nyulat, ami nyilván hát kicsi egysíkú. Két dolgon alapuljon a nyúl táplálása. Az egyik a széna, jó minőségű széna, a másik pedig azok a jó minőségű nyúl tápok, amik tulajdonképpen teljes értékűek, tehát tartalmazzák mindazokat a táplálóanyagokat, amire a nyúl szervezetének szüksége van, és nagyon fontos, hogy a fogakkopásához is hozzájárulnak. A takarmánnyal bevitt víz az elég a számára, de azért az jó és helyes, hogyha van előttük ivóvíz, mert szoktak abból kortyolgatni. Ugye a lakásban az szokott a jellemző lenni, hogy valami nagyobb nyúlketrecet a nyúl állandó lakhelyének elkülönítenek. Erre megfelelőket ma már azért állatkereskedésekből be lehet szerezni könnyűszerrel. És akkor ebből a nyúlketrecből, amikor csak lehet rendszeresen, nyilván amikor a családtagok otthon vannak, kiengedik a nyuszit nagyobb sétákra, és akkor felfedezi a lakást magának. Itt azonban azzal kell számolni, hogy hát bizony ezt azt a nyulak hajlamosak megrágni, különösen a szabadon futó kábelek azok, amik veszélyeztetettek ebből a szempontból, ilyen butorlábak. Tehát ezeket azért megrágcsálhatja a nyúl, erre érdemes odafigyelni. Különösen, hogyha sok időt szánunk rá és sokat foglalkozunk vele, akkor azért nagyon jó pofa társ lehet. Egy némi túlzással azért a nevére is esetleg hallgathat. Ezt néha csak úgy érezzük, néha tényleg így van. Aztán ugye előfordulhat az is, mert láttunk már olyat is, hogy szobatiszta nyúl. Ez nem olyan magától értetődő a szobatisztaság a nyulaknál, de azért elképzelhető ez is. De az is elképzelhető, hogy mindenütt a lakásban a nyúlbogyókba fogunk botlani.